Balogh Kálmán vagyok, cimbalomművész, a Zenakadémiának a népi cimbalom tanszakán tanítok népi cimbalmot. Nagyon korán kezdtem cimbalmozni, 11 éves voltam, Miskolcon születtem. Végül is Budapesten találkoztam először nagybátyámmal, Balogh Elemérrel, aki akkor már cimbalomművész volt, és ő kérdezte a családot, hogy vajon tanul-e ez a gyerek valami zenét. Nem tanul, majd más szakmájára, és akkor mondta, hogy na, gyere a cimbalomhoz. És akkor így lettem cimbalmos. Majd később itt megjelent Vavrinec András, aki ma már az egyik népzenész mesterünk, és ő bevezetett a táncház mozgalomba, az autentikus népzenének a megismerésébe, és akkor vele elkezdtünk zenélni együtt, majd később, ahogy Pestre jöttem tanulni, itt találkoztam a többi zenekari tagokkal, zenészekkel, többek között az Ökös Együttessel, Jánosi Együttessel, de később ugye a TK-val, Métával, Muzsikással, majd külföldi zenekarokkal is dolgoztam, és többek között a Zsarátnok zenekarral is játszottunk balkáni zenét, mert engem mindig érdekelt nem csak a magyar terület, a Kárpát-medence, hanem kicsit a Balkán is, ahol a cimbalom megtalálható, az engem mind érdekel. Majd pedig az improvizatív zenével is elkezdtem foglalkozni, amellett, hogy természetesen az iskolában ott klasszikus zenét tanultam. Úgyhogy ez megmaradt, ez a fajta többirányi érdeklődésem. Én mai napig játszom klasszikus zenét. Vannak két cimbalom duóm is van, ha mondhatom így. Az egyik Farkas Rózsával, Liszt-díjas cimbalomművésznő, akivel főleg preklasszikus barokk darabokat játszunk. Lukács Miklóssal van egy cimbalom duónk, ahol inkább feldolgozott improvizatív zenét játszunk, ez nevezhető akár világzenének is. Játszom az Essencia zenekarban, ahol szintén ez a három dolog, a jazz, a népzene és a klasszikus zene ötvöződik együtt. Lakatos Róbert vezetésével csináljuk ezt a zenekart. És hát van a saját zenekarom, a Gypsy Cimbalom Band, ahol ilyen kicsit szórakoztató balkáni és magyar és cigány zenéket teszünk össze. És hát rengeteg zenekarral, népi zenekarral is játszom mai napig is együtt. Úgyhogy nekem csupa élvezet idáig az élet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Van egy nagyon érdekes dolog, amit a elmúlt 30-40 évben láttam. Ahogy megismertem a környező népek folklórját, és ahogy keletebbre megyünk, azt látjuk, hogy ez a nyugati kultúra, egy kicsit ez az angol száz popzene, ez másképp hat, vagy nem hatott még ezekre a kultúrákra, illetve ahol még elég erős a hagyományos zene, ott könnyedén beolvasztják ezt a hatást, akár a jazz, akár a popzenéből érkezik ez a hatás, és tovább éltetik a saját zenéjükben. Én azt látom, hogy Magyarországon viszont ez a dolog megszakadt. És mi népzenészek, világzenészek valami olyasmin munkálkodunk, hogy egyrészt ez ne vesszen el, mert óriási gazdagság, óriási élmény számunkra, akik ezt halljuk és látjuk és csináljuk, hogy tulajdonképpen itt apáink, nagyapáink zenéi, érzései, táncban kifejezett gesztusai, a dallamok, a szövegek, ez egy olyan régi kultúra, amit vétek lenne nem tovább ápolni, nem tovább adni, és lehetőleg tovább éltetni. Amikor feldolgozunk, akkor igazából szeretnénk közelebb hozni a mai korhoz. Ez egy nagyon nehéz feladat, mert a közösségnek az ízlése, a megtartó és a megváltoztató közreműködése nélkül szeretnénk mi esetleg valami olyat létrehozni, ami mégis folytatása a hagyománynak. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz terület, de ugye van az a megoldás, amikor csak autentikusan eljátszuk ezeket a zenéket, és már ez is egy nagyon nagy öröm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg kell ragadni ezt a pillanatot, mi nagyon szerencsések voltunk. Tehát Bartók és Kodály, de az összes nagyszerű zeneszerzőnk és népzenegyűjtőnk, akik ezt lehetővé tette, és később a táncházmozgalom, hogy mi még elcsíptük abban az állapotban a zenénket, táncainkat és a népi hagyományunkat, amikor még az élő volt. Úgyhogy mi valahonnan innen szeretnénk tovább lépni, és nagyon fontosnak tartom, hogy megőrizzük azt a mentalitást és identitást, ami ezekben a dalokban, ezekben a szövegekben ott van. Hogy hogyan is jönnek létre ezek az alkotások, vagy kis zeneművek, ez nagyon változó, mert attól függ, hogy egyedül csinálom,
valakivel párban, vagy zenekarral, vagy egy közösséggel, tehát hogy ezek nagyon sokféleképpen tudnak alakulni. Például amikor a saját zenekarommal, a Gypsy Cymbalom Banddel feldolgozunk valami dalt, vagy esetleg mondjuk a Kovács Feri barátom ír egy népi ihletésű dalt, akkor ugye ő nagyjából megírja, vagy akár teljesen megírja, és mi csak annyit teszünk hozzá, amennyit a mi saját, hogy is mondjam, megformáló vagy megjelenítő készségünk ehhez hozzá tud tenni. A népzenénél ez egy kicsit egyszerűbb, ott ugye megvan az eredeti forma, megvan maga a dal, megvan esetleg a gyűjtés, az énekes vagy esetleg hangszeres gyűjtés. Nekünk ezt meg kell tanulni, és egy kicsit a saját kezünkbe kell vegyük. Tehát ezek egyszerű dolgok. Amikor zenét írunk, tehát hogy kicsit elvonatkoztatunk ettől a konkrét népzenei témától, akkor azt ott általában, ha én egyedül dolgozom, akkor legjobb hangszer mellett csinálni. Tehát elkezdem a dallamot játszani, és elkezdem kibontani, és közben eszembe jutnak bizonyos variánsok, meg bizonyos hangulatok, és néha ezek elég távolra is elmerészkednek az alapötlettől, és akkor ezeket vagy fölveszem, vagy megjegyzem, és ezt aztán megőrzöm és megtartom. Ez a projekt, amit most elnyertem az NK pályázatnál, azt a címet adtam neki, hogy Beszépen szól a cimbalom, és ez egy híres széki dal, és én ezt még gyerekkoromban láttam leírva kottában ezt a dalt, akkor még nem hallottam az eredeti énekes változatot székről, de ugye már akkor megfogott ez a mondat, hogy beszépen szól a cimbalom, és amikor meghallgattam a széki gyűjtést, akkor meg hát hihetetlen volt, hogy ez egy ilyen szép dal. És ez tulajdonképpen jelzi az én egész munkásságomat, azt hiszem ez a pár mondat, vagy ez a pár szó, mert én mindig megtalálom azokat a gyönyörűségeket a Kárpát-medencében, ahol a cimbalom meg tud szólalni. Szerettem magát az autentikus eredeti folk zenét játszani csak úgy önmagában, tehát korai ifjúságomtól kezdve ezt csináltam Ökrösékkel, Jánosi Együttessel, vagy Vízöntővel, stb. Nagyon sok zenekarra dolgoztam, muzsikással is, de hogy mindig érdekelt az is, hogy mi születik ebből, hogyha az ember mai fejjel gondolkodik, tehát hogyha feldolgozza ezt a zenét, vagy milyen inspirációt ad maga egy dal, vagy a hangulata, vagy a szövege, vagy egyáltalán az a fajta harmonizálása, hogy ez megszólal esetleg egy kis tájon, egy falusi környezetben. És arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha az ember elképzeli, tehát rögtön beugrott az, hogy a Kárpát-medence fölött, hogyha repülsz, magasról nézed, akkor ugye ott van az a rengeteg kis táj, a sok rengeteg saját, szinte lehet mondani, hogy sajátságos helybeli kultúrájával. Ez a néptáncra, a népzenére, a viseletekre, ételekre, bármire vonatkozik, amit a nép kiművelt magában. Tehát ez egy óriási hagyomány többféle szinten. És ahogy ez így beugrott, emlékeztem is, hogy ja, Vácon a Pikéti gimnáziumban van egy térkép, amin láthatók is nagyrészt ezek a kistályok. És akkor ugye eleve már nagyon sok zenét játszottam ezekről a kistályokról, különböző koreográfiák alá, vagy zenekarok nagyon sok lemezt és felvételt készítenek, kifejezetten koncentrálva egy-egy tájegységre. És hát ez egy nagyon izgalmas utazás lesz az én magam részére is, és arra gondoltam, hogy ezt szeretném két cimbalmon majd megcsinálni. Egyik legkedvesebb kollégám, Lukács Miklóssal, akivel nekünk van is egy cimbalom duónk. És tulajdonképpen mi ezt csináltuk már régen, hogy akár veszünk egy kalotaszegi legényes dallamot, és elkezdünk rá improvizálni. Ugye mindig megjelenik a téma, mint igazi hordozó fő téma, de ami eszünkbe jut róla, és akkor itt egy teljes, akár európai kiágazások is eszünkbe jutnak, mert ugye a zene az nem ismer határokat. Tehát amikor meghallgatunk egy kalotaszegi legényt, és akkor kiderül, hogy ez egy klasszikus darab is lehetne. A formai felépítése, a harmóniai menete, az tulajdonképpen akár lehetne egy szonátának a első témája is. És akkor persze így elkezdünk kalandozni, pengetünk, különböző harmóniákat találunk ki rá,
De ezt meg lehet csinálni zeneszerzésben is, tehát nem csak improvizációban, mert az improvizáció végül is az egy, hogy is mondjam, spontán zeneszerzés, de ahhoz, hogy a spontán zeneszerzés beinduljon, ahhoz rengeteg lassú, elemző munkát kell elvégezni egy ilyen zenei munkában. Úgyhogy mikor beugrott ez a terv, akkor még mai nap is ott tartok, hogy ma is rengeteg zenét hallgattam, és egyszerűen beütök akár a YouTube-ba, akár a népzenei felvételek közé, csak egy-egy területre rákattintok, és akkor jönnek a dallamok. Ugye különböző népi előadók, énekesek, vagy akár hangszeresek, és akkor az ember hallgatja, és azt mondja, hogy na, ez tetszik, ennek van egy nagyon jó kis hangulat, ami nekem tetszik, és akkor így elkezdek rajta gondolkodni, és lassan föl fogom építeni, hogy ugye a választék az bőséges, tehát itt hatalmas mennyiségű zenei anyag van. Az ember elkezd csemegézni különböző hangulatokra, hogy arra mi születik, és utána fogom eldönteni, hogy ezt a zenei tablót, ezt hogyan fogom én, milyen sorrendben fogom összeállítani. Az, hogy hogyan születik meg egy ilyen, mondjuk zenemű, ez nagyon érdekes, mert nincs rá egy igazi módszer. Tehát azt tapasztaltam, hogy van, amikor csak úgy bevillan valami, mondjuk fölkelsz reggel és jön. Van olyan, hogy például volt a Miklóssal egy intenzív időszak, amikor a második lemezünket készítettük, akkor én azt csináltam, hogy szintén összegyűjtöttem az én kedvenc dalaimat, azokat a zenéket, amiket már régóta szerettem volna. Van, ami 20 éve ott lapult valahol egy kazettán, és akkor ugye megmutattam a Miklósnak, és elkezdtünk rajta együtt gondolkodni, és elég rövid idő alatt állt össze maga a második lemeznek az anyaga. De van olyan is, hogy akár tényleg hónapokig is éllelődik, de én nem szoktam siettetni, tehát az nem jó, hogyha ezt gyorsan kell megcsinálni. Az a jó, hogyha az ember beleszeret valamelyik dallamba, vagy motívumba, vagy valami hangulatba, és akkor azt hagyja az ember, hogy az úgy érjen, munkálódjon, vagy elkezdi próbálgatni, és egy idő után kialakul esetleg egy olyan szerkezet, egy olyan forma, amire jó improvizálni. És akkor, ahogy elkezdek improvizálni, akkor meg különböző hangulatok jönnek. Ez a, hogy mondjam, a lassú borongóstól el tud menni egy nagyon ritmikus, feszes tempóig is akár. És amelyik tetszik, vagy amelyik jobban, hogy is mondjam, jobban eltölt örömmel, azt kiválasztom, és akkor abból lesz majd a mondjuk ugyan megírt változat. Vannak már általam jobban ismert kistájak, területi egységek, vagy olyan gyűjtések, amiket már gyerekkorom óta is hallgatok. Például ilyen szék, ugye a táncház mozgalom az a széki zenével, széki táncokkal kezdődött, és kazettás, illetve nem, az már szalagos magnó volt, amikor én hallgattam az Icsán gyűjtést, az Icsán zenekar gyűjtését Lajta Lászlótól, és ugye ezeket éjszakákon át hallgattuk, meg napokon át hallgattuk, erre mi bulisztunk tulajdonképpen. De ott van Tendül Pál, ugye Sopron, Nyugat-Dunántúl területén, ahol az ő gyűjtéseit szintén Lajta Lászlótól, szintén már tinédzser korom óta hallgatom. De ilyen például a szatmári terület, vagy ilyen Erdély, ugye a mezőség, ahol a boncidai zene például található. De a Székelyföldön is nagyon sok olyan cimbalmos zene van, amit régóta játszok, vagy régóta hallgatok. De hát rengeteg olyan terület van, amit az ember nem ismert. Tulajdonképpen ilyen hihetetlen gazdagság, ez zavarba ejtő, de például most, amit megnéztem, az a Mátyusföldi egy-két gyűjtés, egy-két dallam, vagy a Zobor vidék, Nyitra vidék, ez is egy nagyon izgalmas terület. A zoborvidéki lakodalmas szokásokban rengeteg gyönyörű dal van, és hát kíváncsian várom, hogy majd a válogatás után hová lyukadunk ki ezekkel a hangulatokkal. Vannak olyan zenék, amik cimbalmon is elhangzanak, tehát például egy Tendül, vagy egy szatmári gyűjtés, vagy a boncidai gyűjtésben, ugye ott hallható a cimbalom, és néha dallamot is játszanak a cimbalmosok. Azonban van olyan terület, ahol esetleg nem is használják a cimbalmot, de ez a mi szempontunkból most ugye nem fontos. Nem mindig azt keressük, hogy egy falusi muzsikus azt hogyan játszotta, vagy hogyan játszhatta volna, mert itt, amikor feldolgozunk, illetve önálló zenei gondolatokat is teszünk hozzá, akkor már
nem az számít, hogy vajon ez autentikusan elfogadható-e. Itt mi játszunk, ahogy a pályázatnak a lényege is az, hogy vonatkoztassunk el a konkrét népzenei formáktól és hangzástól, úgyhogy nem baj, hogyha nincs róla cimbalmos felvétel.